hallatok-e? Jó, a hátsó sorokban is. Az az igazság, hogy ez a mikrofon, ez, hogyha oldalra fordulok, akkor nem biztos, hogy mindig fog úgy, hogy igyekszem ki teljes testtel fordulni. Örülök, hogy ilyen sokan eljöttetek, és nagyon köszönöm. Annak is örülök, hogy a képviselőtestületről is vannak itt többen, hogy érdeklődnek alapok viszfölnek a lakosságának a véleményére, illetve az egyesületnek a munkájára. Köszöntöm a civil szervezeteknek a megjelent képviselőit is, és mindenkit, aki itt van. Mindenkinek nagyon örülök, és örülünk annak, hogy ilyen sokan eljöttetek. Azért jöttünk itt össze, hogy legyen Balatonfüszfőnek végre egy város központja. A fórum az alábbi módon fog történni. Kelly Norbert pár percben rövid tájékoztatást szeretne adni a sportfejlesztésekről, utána én elmondom ennek az összejövetelnek a célját és az előzményeit. A fiatal tervezők ismertetik a városközpont terveket, majd pedig lesz a fórum, ahol mindenki elmondhatja a véleményét. Úgyhogy nagyon szeretném megkérni most mindenkit, hogy először várjátok meg azt a tájékoztatásokat, és hogy a legvégén lesz az, amikor hozzászólhatok, jövőt kérdeztetek. És mindenkinek a véleményére nagyon számítok is. És kérem, hogy mondjátok el, hogy mi az az ötletetek, vagy javaslatotok, vagy bármi, ami eszetekbe jut az elhangzottakról, jó? Akkor most Kej Norbertet szeretném megkérni, hogy akkor a pár percben mondja el a tájékoztatást. Köszönöm szépen Szilviának, köszönöm, hogy lehetőséget adott. Kelly Norbert, a Füszfői Atlétikai Klubnak az elnöke. A fő gondolatom, amiért úgy gondoltam, hogy itt önökkel megosztanám azt, hogy az Egyesületünk milyen munkát végez és hogy áll, az az, hogy 2016-ban kerültem az Egyesület élére. Munkánkhoz az önkormányzat támogatásokat adott két formában, az egyik egy előre megtervezett folyamat, tehát egy új sportközpontnak az építése. Ez magában foglal a futballpályákat és sportcsarnokot, illetve maga a sportmunka, amit szintén támogat az önkormányzat, illetve azokat a fejlesztéseket, amelyeket a Füszfői önkormányzat, tehát a Füszfői vagyonnak a gyarapítására költünk. Mi pályázatok útján élünk meg, tehát az Egyesületnek a fő forrása az pályázati TAO forrásokon keresztül történik. Nagyon szép számban helyi vállalkozóktól és idegen vállalkozóktól kapunk erre pénzt. Ezek mellé, a támogatások mellé nekünk 10-30% különbözőt kell biztosítani. Azoknál a fejlesztéseknél, ahol az önkormányzati vagyon gyarapítjuk, tehát önkormányzati ingatlant fejlesztünk, ott az önkormányzat eddig mindig bele is adta a 30%-os önrészét. A sportprogramjainkhoz már ez mellett nem tudnak hozzájárulni, mivel ez az összeg is évi 3 millió forintot ölel föl. Viszont egyesületünk úgy gondolta, hogy a mai viszonyok mellett, amíg a TAO források léteznek, és az önkormányzattól megvonták ezeket a forrásokat, hogy a sportot támogassa, ezért mi megpróbálunk minél jobban és minél eredményesebben a pályázatokon keresztül vagyont gyarapítani és a sportot fejleszteni. A Füszfői Atlétikai Klub 2017-ben visszavásárolta a 2005-6-os évben eladott régi salakos futballpályát, ez 100 millió forintos nagyságrendben megvásárolt az Egyesület, ez most egyesületi tulajdonba került, ezelőtt magántulajdon volt. Ez mellett álmodtunk szépeket, nagyokat, csarnokot, pályákat, sportás lehetőséget, benyújtottunk nem egy pályázatot, ezeket meg is nyertük. Ezeknek a támogatási összege kb. 1 milliárd forint. Tehát ez, ha hozzáveszünk azt, hogy a Füszfői önkormányzatnak kb. 1,3-1,4 milliárd forintos költségvetése van egy évre, ez nem egy kis összeg. Ez nem egy egyéves megvalósítási ütem, ezt szeretnénk amennyire lehet, de nem tolhatjuk túl sokáig. Szerencsére az idei évben jutottunk odáig, hogy 210 millió forintot összegyűjtöttünk olyan támogatásokra, amikor idén februárban fejlesztések fognak megindulni azon a területen, ami magáé a Füszfői Atlétikai Klub. Ez mellett úgy néz ki, hogy az idei évben tudjuk teljesíteni a sportcsarnoknak a feltöltési lehetőségeit is, tehát ha minden igaz, akkor sok év után Füszfőn idén meg tud indulni a sportcsarnok építés is. Hogy miért mondom ezt el? Ennek az egyik oka az, hogy a város annak idején, két évvel ezelőtt 4 millió forintot adott a támogatási oldalról, még a pályázat benyújtásához. Engem igazából, tehát megkövetem magam, a polgármester úr többször jelezte, hogy nem tájékoztatjuk mi a lakosságot, hogy hogy állnak a sportfejlesztések.
igazából azért jöttem el, hogy elmondjam, hogy hogy állnak. Én úgy gondolom, nem polgármesterület kell tájékoztatnom, a testületet olyan formában, amikor kell és tudjuk, tájékoztatjuk, de miután magánberuházás magánterületen történik, mi a lakosság felé, a sportolók felé vagyunk elszámolható viszonylatban, önkormányzat felé 4 millió forinttal annak idén 2 évvel ezelőtt elszámoltunk. Tehát én ezt szerettem volna elmondani, hogy Füszfőn a kulturális és egyéb oldal mellett mi a sportot szeretnénk és fogjuk is fejleszteni magántőkéből, magánpénzből, némi minimális önkormányzati hozzájárással, és ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Mi is ennek az egyesületnek a célja? Ennek az egyesületnek az elsődleges célja a településnek a fejlesztése. 10 évvel ezelőtt jöttünk létre, azóta több pályázatot megnyertünk, nagyon sok fejlesztésben részt vettünk, és szeretném az alapszabályokból néhány mondatot felolvasni. Az egyesület elsődleges célja a magán és közféra partnerségén, közös érdekeltségén alakuló turizmus fejlesztés, szervezés és működtetés. Kulturális tevékenység, művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése és a helyi védelem alatt álló épületek turisztikai célú hasznosítása, idegenforgalomban történő bevonása. A Balatonfüszve megvalósult turisztikai fejlesztésben a turisztikai egyesületünk részt vett szinte mindegyikben, illetve nem szinte, hanem mindegyikben, ugyanis mi egy TDM szervezet vagyunk, ami egy olyan szervezetnek számít, ami különleges minősítést kapott, és ezzel minden egyes turisztikai pályázatnál kötelező az önkormányzatoknak egy ilyen egyesülettel együttműködni. Annak idején, amikor még a Településfejlesztési Bizottságnak voltam a vezetője, amikor képviselő voltam, akkor mind a partisétány, mind a csillagvizsgálózatok, mind a kövesi vannak az előkészítésében részt vettem, illetve a turisztikai egyesületnek a válaszmányában is ezekkel a dolgoztunk. A Fővenstrand esetében elmondhatom, hogy ott egy vállalkozói összefogással sikerült megcsinálnunk. Ebben részt vett akkoriban a helyi tervezőiroda, Füszfőterv Kft., aki ingyen letett az önkormányzat elé egy olyan tervet és olyan látványtervet, amiből kiderült, hogy jóval olcsóban is össze lehet hozni egy ilyen strandot, és sokkal jobb és korszerűbbek, mint amik az eredeti elképzelések voltak. És a vállalkozók is mellé álltak, mert ők meg azt mondták, hogy megcsinálják azokat a büféket saját költségükön, amelyek után átkerültek az önkormányzatnak a tulajdonába. Ezt azért mondtam el, mert úgy gondolom, hogy értsetek meg, hogy annak a fórumnak, ami itt van, igenis, hogy van jelentősége. Itt van például a csillagvizsgáló. Itt is egy civil összefogás volt, és annak az eredményeképpen jöhetett, valósulhatott meg. A szabaduló szobákat azért tettük oda, mert ez a másik nagy turisztikai attrakció Balatonfüszvön is a legújabb. Az elmúlt időszakban olyan látogatottsága volt, ami azért eléggé tehát meghatározó a település turisztikai életében. Fürettől, Siófokig, Fehérvártól több ezeren látogatták meg az egyetlen év alatt ezt a szobákat. Ugyanis ezek a szobák intelligenciára és logikai képességekre épülnek. Az alapú demográfiai adatokat azért szeretnék bemutatni nektek, hogy megmutassam, hogy sajnos Balatonfüszvön csökken a lakosságunk a száma, és az, ami csökken, ráadásul még idősödik is. Tehát egyre kevesebb fiatal van, egyre idősebb a lakosság, és ennek mik a következményei? És miért vannak? Ez a nincs egy hely Révés Endornak a idézetére, ahova mehetnék. Sajnos a balatonfüszvői fiatalok nem annyira a Balatonfüszvőt választják a letelepedés szempontjából, hanem szívesebben mennek Almádiba vagy más településekre, mert azt mondják, hogy nincs egy hely, ahol elmehetnének, nincs egy hely, ahol találkozhatnának, ahol szívesen együtt lennének, nincsenek a településnek városközpontja. És miért fontos az, hogy a fiataloknak
jól érezték magukat, itt telepedjenek be, és nem egy másik helyen. Ennek azért lenne jelentősége, ugyanis, hogyha a fiatal nem itt van, nem itt éli az életét, nem ide jár boltba, nem ide jár, nem itteni szolgáltatásokat vesz igénybe, akkor ezek egymás után szűnnek meg. Fontos az, hogy a munkahelyek megvalósuljanak. Ugyanis, hogyha nem lesznek itt munkahelyek, nem lesznek fiatalok, nem lesz helyi adó, akkor ez mindannyiunknak az életét meghatározza, nem lesznek új utak, nem lesznek új beruházások. Miért fontos az, hogy, hol legyenek ez a központ? Miért fontos, hogy egyáltalán legyen egy ilyen? Megmutatom annak idején ezen a részen, meg itt a Jókai utcán és a Bajton Béla utcán hány szolgáltatás és hány üzlet volt. Amíg itt volt a polgármesteri hivatal és itt volt az iskola, 9 darab üzlet volt. Egy ABC, cukrászda, gyógyszertár és orvosi rendelő és templom. Na most az orvosi rendelő is el fog innen kerülni, a templom is, akkor már most is kihajt ez az utca, meg ez a település rész. Ez azt fogja követni, hogy amikor jönnek ide fiatalok, azt mondják, hogy miért is ezt választam. A Püszfök fürdőteretnek az 1921-es évek. Szőnyeg János Tekcsinak a könyvében találta meg ezt a térképet. Annak idején így tervezték, akkor is tulajdonképpen ez a rész lett volna Balatonfüszfőnek a központja. És miért is? Hát, ha megnézzük ezt a partrészt, és itt a Berke Zsoltival is beszélgettem a tervező irodával, azt mondta, hogy ugye azért ez nagyon nagy hibájának a település résznek, hogy nagyon hosszú. Tehát nagyon nehéz ennek a központját kialakítani, és ez van itt középen. Itt van a vasútállomás, itt vannak olyan lehetőségek, ami mindenki átmegy, és ami mindenki számára középen van. Könnyebben elérhető. És akkor szeretném a Klébezberg iskoláról is beszélni pár szót. Klébezberg iskolának a jelentősége számomra akkor derült ki, amikor itt a fiatalok, az üveges diákok, irodencék, egy pályázaton elindultak ez a Ne menj el mellette. És nekem akkor vált világosság, hogy az, amit a dr. Makra Jánné éveken keresztül mesél, hogy az 5000 nép iskolából, arról, hogy annak idején mi volt, hogy tulajdonképpen ebből az 5000 nép iskolából ez az egy darab iskola maradt meg ilyen állapotban. És ennek hatására én az országos műemlékvédelmet megkerestem, hogy vizsgálják meg ennek az épületnek az értékét, akik kijöttek, és megállapították, hogy nemzeti kincs. Ez annyit jelent, hogy annak idején Klébezberg Unónak köszönhető az az oktatási terv, ami alapján a 8 általános iskolát bevezették, ami alapján megszűnt az analfabetizmus, és szeretnék pár sort felolvasni ebből a szakértői anyagból. Az épület hitelesen tükrözi azt a kort, amely létrehozta. Egyszerűségében volt dokumentum, és egy azóta eltűnt társadalmi réteg életforma tükrözője. Őrzi építéskori tömegét, térstruktúráját, szerkezeteit. A Klébezberg-féle templomiskola a térségben egyedinek mondható. Típusterv adaptációjaként egyedi formálással épült. Az 1930-as évekre jellemző modern építészeti részletekkel. Az önkormányzat helyi védelemre méltónak tartja az épületet. Azonban a fentleírtak alapján a település szerkezetben betöltött jelentős szerepe, illetve túlnyomóan eredeti állapotban fennmaradt építészeti kialakítása a típus épület iskolaépületek között egyedi formálása miatt országos védelemre javasoljuk. Országos védelemben eddig csak egy nyilvántartott műemléki értékként regisztrált Klébezberg-féle másik típusú iskolaépület, a Kisztállási Vitéztelepi Tanyasi Iskola részesült. A korszakra jellemző, jelentős iskolaépítési hullám egyes emlékei fennmaradását fontosnak gondoljuk. Jelenleg kulturális célra hasznosított, ami biztosíthatná hosszú távú fennmaradását. Bár eladásra is meghirdették, iskolaként vagy egyéb kulturális célra, például kiállítóterem való hasznosítását javasolni. Az eljárás során beszerzett bizonyítékok alapján megállapítottam, hogy
hogy a műemléki értékén történő nyilvántartásba vételi jogszabályi feltételei fennállnak, az épület koránál, művészi kialakításánál, valamint a település tudatos fejlesztésének és az 1926-ban megvalósult tanügyi reform kézzelfogható emlékeként helytörténeti, történeti jelentőségének fogva hazánk útja és a magyar nemzet a helyi közösség hovatartozás tudata szempontjából országos jelentőségű történeti, építészeti emlék alkotó részeivel, tartozékaival és a beépített berendezési tárgyaival együtt. Tehát ez az országos műemlékvédelem szakértői anyagában volt leírva, és ez csak egy részlet volt előre, amit nagyon fontosnak tartjuk, mert mi nagyon büszkék lehetünk, mert Balatonfűzben ez a második épület, ami országos védelem alá került, az első az a templomban. És az országban ez az egy van, tehát ezt nekünk meg kell tartani. Ezt annak idején a Klebersberg adományozta, a kormány adományozta a településnek, és nekünk itt olyan központot kellene kialakítanunk, ami végre kiszolgálja a lakosságnak az érdekeit. Megjelöltük azt a részt, ami ezt a területet foglal, amit fejleszteni szeretnénk, ebben benne van a maga az iskola területe, benne van a sportpálya, és benne van a park. Most összehasonlításként a közösségi háznak a területében, ami benne van a mozi és benne van itt az előtte lévő parkoló, ez egy jóval nagyobb terület. Amikor volt a Borzongás Fesztiválon, ezen a területen 2500-3000 ember jelent meg. A jelenlegi hasznosítása ennek a területnek, közösségi szintér, kézművesek, turisztikai iroda van bent, szabaduló szobák, a Máltainak van egy raktára bent, szolgálati lakás és vitorla varróda. Összeültünk itt több fiatallal, hogy megbeszéljük, hogy véleményünk szerint mi az, aminek bele kellene kerülnie egy ilyen központba. Mindenképpen kellene belekerülni egy olyan turisztikai attrakciónak, ami bevételt hoz. Legyen benne vendéglátóhely, amiért szívesen oda ment. Mindenképpen kell bele közösségi szükségeteket is kielégítő funkció. Kell bele egy kulturális központ. Itt kiemelt szerepet kapjon a Klebersberg örökség. Közpark, rendezvénytér, turisztikai központ, egészségház, okospontok és parkolók. Ezeket tartottuk nagyon fontosnak. Itt néhány képet mutatnék, hogy mikre gondoltunk. Tehát kültéri közösségi konyha, ami bárki használhatna, tehát ide jöhetnének családok, fiatalok. Akár egy ilyen főző műsor, vagy egy főző program is lehetne, ahol be lehet mutatni, hogy hogyan kell csinálni a rétest, ahogy annak idején, annak ma nem is csinálta. Szökőkutakra gondoltunk. Szökőkutak deszkás pálya például. Gombóc Fesztivál a parkban, ahol fák alatt lenne egy árnyas részen, és sokkal kielemesebb környezetben. Akadálymentesítés nagyon fontosnak tartjuk, ugyanis itt a vasútállomással szemben ez a lépcső, ez katasztrófa. Tehát ezen közlekedni babakocsival, kerekesszékkel már nem is beszélve, vagy egyáltalán bőröndöt felhúzni, tehát nem egy egyszerű feladat. Játszóházra gondoltunk, ilyennek kellene bent lennie, mert ezt itt nagyon sokan kerestek a nyáron nálunk. Akadálypályák nagyoknak. És akkor azokról az eseményekről szeretnék beszélni, amik Balatonfűzföld érinteni fogják az elkövetkező időben. 2020-ban vizes révéve lesz, és 2024-ben rövidpályás vizes révé. A sportolók azok mind itt a Balaton úszodában készülnek fel. A mi szabadulószobáinkban az összes bajnok volt már. Tehát erre nagyon büszkék vagyok, hogy minden bajnokban van már fényképünk, és mindegyik kipróbálta a szobáinkat. A Veszprém 2023 Európa Kulturális Fővárosa programban is szerepel Balatonfűzfön. Jelen pillanatban a föld alatti erőműve, de úgy gondoljuk, hogy ez a tér, ez ugyanúgy belefűzhető lehetne ebbe a programba. És akkor a pályázati lehetősége. A Magyar Falu Program az 5000 fő alatti településeket fejleszti,
Beszéltem egy pályázati tanácsadóval, és nem mutattam neki ezeket a terveket. Ő azt mondta, hogy ezt már 3 évvel ezelőtt be kellett volna hozzávinni. Erre lettek volna pályázati lehetőségek eddig is, és Füredre, Pápára több milliárd forint ment ilyenekre. De most is van, és hogyha a kész tervek már publikusak, mindenképpen küldjem el hozzá, tehát erre tudnak lobbizni, és tudnak szerezni pénzt. Annak idején a Nemzetgazdasági Minisztériumtól az Egyesületünk kapott 5 millió forint támogatást turisztikai irodának, sajnos akkor a testület ezt nem támogatta. És szeretném még felolvasni a kormánynak a határozott célját. A határozott célja, hogy erősítse a vidék népesség megtartó erejét, növelje a falusi környezet nyújtotta életminőséget, és tovább fokozza a gyermekvállalási hajlandóságot. Ennek céljából áll rendelkezésre 150 milliárd forint a költségvetési tartalék keret terhére a 2019-es évre. Pályázni lehet helyi közösségi terek fejlesztésére, sportparkok építésére, okospontok kialakítására, orvosi rendelők és eszközök beszerzésére, és a közösségi élet szervező személyek bér és járulékainak a költségeire. Tehát nem véletlenül beszéltem, mint az elején is, hogy miért fontosak a fiatalok, mert hogyha olyan pályázatot állítunk össze, amiben a fiatalokat visszahozza, és a letelepedési vágyát fokozza és növeli, akkor ezzel a pályázattal, tehát ezt támogatják. Arról nem beszélve, hogy igenis, hogy a településünknek is fontos. Tehát vissza tudnánk fordítani azt, ami most eddig történt, hogyha ott lenne újból a településünknek egy városközpontja, amellett, hogy az ottani ingatlanoknak az értéke megnövekedne, mert mindenki azt mondhatja, hogy én a városközpontban lakom. Amellett, ahol sokan mennek, sokan járkálnak, sokan használják, ott megjelennek majd a boltok, az üzletek is. Elmondom, hogy ugye az 100 forintos boltokat mellett a gyártelepen megszűnt a gyógyszertár, elkerült egy másik helyre. Az nekünk igen nagy érvágás volt, elmondom őszintén. Tehát egy olyan 20%-ot elvesztettünk a boltunknak a forgalmából. Most, hogy elkerül onnét majd a háziorvosi rendelő, az megint azt fogja nekünk okozni, hogy újabb potenciális vásárokat fogunk veszíteni. Tehát ezért fontos, hogy legyen városközpontunk, ezért fontos, hogy Balatonfűszőnek ott, ahol van a közepe, legyen egy ilyen kulturális és egy olyan turisztikai központ, ahol mindenki szívesen jár, önök is elviszik szívesen az unokáikat, a fiatalok szívesen találkoznak ott. És ez lenne az, ennek az egésznek a lényege, de ennek a központnak csak úgy van értelme, hogyha az itt élők elmondják, hogy mit szeretnének venni. Tehát mi eddig csak ötletetek mondjuk, hogy szerintünk mi az, ami belekerülhetne. Önökön is múlik az, hogy mi az, amit önök szeretnének, hogy ott legyen. És ezzel kapcsolatban szeretném, hogyha a fiatal tervezők után elmondanánk majd a véleményüket, ugyanis ebből egy olyan anyagot tehetünk az önkormányzat elé, amit ők is átgondolnak, és meggondolhatják, hogy ne értékesítsék azt az ingatlant, mert hogyha ott eladják azt az épületet, azt a területet, most olyan 70 millióért van most meghirdetve, akkor sokkal többet veszít ezzel a város, mint azzal a 70 millióval, ami az 1,3 milliárdos költségvetéshez képest nem egy nagy összeg. Viszont itt most hát lehetne orvosi rendelőt építeni, mert most erre van pályázati lehetőség. És nem saját költségből, hanem 100%-os támogatásból. Ehhez viszont azt kell, hogy oda lehessen tenni, hogy miért. Azért, hogy a fiatalokat itt tartsuk és visszavonzunk. Jó? Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok, és szeretném bemutatni az egyik tervezőnket, Magyar Dániel, aki a következő terveket fogja bemutatni, és ezen a terven rengeteget dolgoztak az Adéllal, úgyhogy szeretném, hogyha meghallgatnátok őt is. Köszönöm. Alapvetően két okból állok én itt önök előtt. Az egyik az az, hogy Szilvivel már egy ideje ismerjük egymást, és így, hogyha részleteimben menően nem is, de nagy vonalakban ismerem a munkásságát, és nagyjából másfél hónappal ezelőtt láttam, hogy kiposztolt a Facebookra, hogy az iskola eladósorba kerülhet, de legalábbis a későbbi sorsa erősen kérdéses. És magam is egykori jogai is diák vagyok, ott jártam az első 4 évemet az általánosban, Kemény Imrénén,
Marika néni szárnyai alatt. Ezért van egy elég erős érzelmi kötődésem az iskolához. A másik volt pedig, hogy nem régen végeztem egy elég nagy kutatást a diplomamunkám kapcsán, alapvetően közösségi terek és elvándorlás kötődésében. Ebben egy picit szeretnénk belemenni részleteiben, mert fontosnak tartom, hogy megértsük azokat, amik ezek mögött vannak. Ez egy konkrét példa lesz, konkrétan a diplomamunkám, ami most következik. Ami az ausztriai... Ami az ausztriai Döla pici falucskája. Ez Karintiában található. Azt kell róla tudni, hogy elég erős az elvándorlás. A tervezési feladatnak én egy néhány éve üresen álló kolostor épületet és egy vele összeépített iskolaépületet kaptam, tehát ez volt a kiindulási pontom. Utána szétnéztem, hogy mégis mi található itt az Angolfaluban, és arra jöttem rá, hogy nagyon-nagyon sok az üresen álló épület. Ami itt most pirossal van jelölve, azok csak lakóépületek, az istállóknak egyéb ipari épületeket nem jelöltem, aznak a száma nagyjából háromszor ennyi lenne még. Tehát így a településnek nagyjából az egy negyede az üresen áll. Ennek a hátterében egy elég nagy elvándorlás van, mint azt itt lehet látni. Ez a később években valószínűleg csak tovább fog nőni. Végeztem egy elég nagy kutatás és rengeteg interjút azzal kapcsolatban, hogy a helyi lakosok mit gondolnak erről, szerintük ez miért van. És kivétel nélkül mindenki azt mondta, hogy a fiatalabb generációk azok, akik elmennek. Tehát az idősek, akik ott jönnek le az egész életüket, nekik ez az otthonuk, ők nem mennek sehova sem. A másik pedig, ami nagyon érdekes volt, hogy hiányzik az együttműködés. Tehát, hogy az emberek élnek egymás mellett, de nem igazán dolgoznak együtt. A harmadik, hogy ennek kapcsán elég sok a bezáró üzlet és a szolgáltatás, és ennek a következménye természetesen, hogy nő a munkanélküliség. Ez azért nagyon érdekes, mert itt lehet látni egy picit ezzel a piros karikával, itt fekszik Dölák. Ami zölden van jelölve, az a magas tavaly nemzeti park, ami a világ második legnagyobb nemzeti parkja, ez éves szinten nagyon sok ezer turistát hoz ide a környékre, illetve itt található emellett a Großglockner, Ausztria legmagasabb hegye, és ha már hallottam Heiligen útról, akkor lehet, hogy tudják, hogy itt található a Großglockner magas alpesi út, ami itt kezdődik, itt a kis fehér ficek végében is megy egészen majdnem Zellernseeig. Ez önmagában is szintén rengeteg sok turistát hoz, a nyári szezonban télen ez zárva van a hó miatt. Ezért volt rettentően érdekes, hogy itt van az a falu, amin átmegy a főút, ami ide vezet, és mégsem tudják az emberek kihasználni az előnyeit, a profitját. A kutatásom során arra jöttem rá, hogy van ugye egy elég nagy elvándorlás, és ennek következtében elmennek azok az emberek, akik tudnák, hogy hogyan lehetne például ezt a több ezer áthaladó turistát valahogyan egy kicsit megállítani a faluban és meghívni. Ennek kapcsán bezárnak az üzletek, nő a munkanélküliség, és egy általános kilátástalanság lesz úrá az egész faluban. Tehát, hogy igen, itt van, nem tudunk vele mit kezdeni, ez van, majd valahogy lesz. És ezután a nyilván további elvándorláshoz vezet, és így tovább. Ez egy negatív spirál, ami a magán kerjeszti. Viszont még egy kicsit tovább mentem, és még érdekes dolgokat találtam, hogy hiányzik a közös jövőkép. Tehát emiatt nincsen összetartozás érzés. Az emberek élnek egy faluban, de nem igazán érzik azt, hogy igen, mi egy közösséget tudunk alkotni, mi összetartozunk. Csak így vagyunk, itt élünk, aztán ennyi. Emiatt van egy általános bizalmatlanság, hiszen nincs együttműködés, emiatt nincsen közös jövőkép, és így tovább. Ami ezen nagyon érdekes, hogy ez a két dolog itt nagyon erősen összefügg. A kilátástalanság és a hiányzó összetartozás érzés. És pont ez az a pont, ahol ebbe az egészbe egy kicsit be lehet nyúlni egyébként. Alapvetően ez is a kutatásom részét képezte elég sok a társadalom felé a témában. Kétfajta megoldás van erre a helyzetre. Az egyik egyfajta külső segítség, vagyis fejlesztjük a turizmust, a kis és középvállalatokat megpróbáljuk valamilyen úton módon betelepíteni. Nyilván ennek is megvan a maga feltétele, tehát kell egy autópálya, vagy vasútvonal, vagy valami, ami után a létrejött termékeket el lehet adni. Illetve az infrastruktúra bővítése, ami esetleg startup pici cégek létrejöttéhez vezetne. Illetve van egy belső megújulás, ami szerintem sokkal érdekesebb, egy összetartó közösséget kell létrehozni, ami által a helyi erőforrások és ötletek lesznek használva, illetve megvalósítva.